Mostanra már jól kitaposott az útja a Terrasiculorum Nemzetközi Gitárfesztiválnak, hangzott el az idei 6. rendezvényt megelőző sajtóértekezleten. A főszervező Beke István Ferenc gitárművész ismertette az egyhetes rendezvény programját, amelyre idén számos olyan fiatal tehetséget hívtak meg, akik neves versenyek győzteseiként kerültek ki. Az idei rendezvény hasonlóképpen, mint eddig, 4 városban zajlik. 10 országból lesznek meghívottak, Székelyudvarhelyen, verseny, kurzusok és koncerteken vehetnek részt a kedves érdeklődők. Székelyudvarhely mellett Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön lesznek fellépések. A szólisták mellett klasszikus gitárosokat duó, trió és kvartett formációban is lehet majd látni, hallani. Az április 8-a és 14-e között zajló fesztiválon Székelyudvarhelyen lesznek majd a mesterkurzusok, amelyeken nemzetközi szintű elismertségnek örvendő szakemberek állnak az érdeklődők rendelkezésére. A versenyek 4 kategóriára oszlanak, ebből 3 a fiatal gitárosok versenye, amelyen a 3. díj 200, a 2. díj 400 euró értékű hangszerkellékeket tartalmazó csomag lesz. A nemzetközi klasszikus gitárverseny fődíja pedig egy 3500 euró értékű mestergitár. A versenyekre és a kurzusokra a www.harmoniakordisz.org honlap címen lehet, amelyen majd a koncerteket élőben lehet követni. Ugyancsak erről a címről érhető el a nemrégiben indított klasszikus gitárrádió is. Január elején indítottunk egy netes klasszikus gitárrádiót, ami Európa szinten elsők között van, és eddig nagyon pozitív az érdeklődés úgy hazánkban, mint külföldön egyaránt. A Nemzetközi Fesztivál a világ különböző pontjairól érkező meghívottjainak is köszönheti népszerűségét. Idén például a hazaiak mellett Magyarországról, Ausztriából, Bulgáriából, Franciaországból, Angliából, Spanyolországból, Amerikából, de még Uruguayból is érkeznek fellépők. Székelyudvarhelyen 7 napon át minden este 7 órától kezdődnek majd a koncertek a polgármesteri hivatal Szent István termében. A szervező Harmónia Kordisz Egyesület idén is több pályázatot nyert a fesztivál megszervezésére, de további támogatókat várnak, hiszen a rendezvény összköltsége mintegy 40 000 euró.